Szeptember 17-én Miklósváron a Kálnoki Kastély adott helyet a második Visit Kovásznak gála rendezvénynek. Az eseményt már második alkalommal szervezte meg a Kovászna megye turizmusáért egyesület, Kovászna megye tanácsa, valamint a Kovászna megyei kereskedelmi és iparkamara. A rendezvény célja a Kovászna megyei idegenforgalomba dolgozók munkájának elismerése. Az esemény a Turizmus Fejlesztés Székelyföldön címmel tartott kerekasztal beszélgetéssel kezdődött. Nehéz fél évet tud maga mögött a turizmus, de a három székelyföldi megye, Kovászna, Hargita és Maros az országos átlag fölött teljesített, mondta le a következtetést László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Destináció Management Cluster elnöke, Rácz Lilla, a Daniel Kastély szálló tulajdonosa, Lázár Zoltán, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának külgazdasági attaséja, valamint Szabó Károly, az Adi Hargita ügyvezető igazgatója. A második panelbeszélgetésen Trendek a belföldi turizmusban címmel Alinki Paila, a Romániai Turisztikai Desztinációk Szövetségének alelnöke, Horváth Alpár, a Bábesbolyai Tudományegyetem adjunktusa, Kriszkáldi Kott turisztikai újságíró és fotós, valamint Oana Vojne, a Biz magazin újságírója az együttműködés fontosságát hangsúlyozták. Az esemény igazi attrakciója volt a hőlégballonos utazás kipróbálása a kézdivásárhelyi X-ballon Transzilvánia cégnek köszönhetően. A gálán a Sepsi Art Quartet nyújtotta a zenei élményt, valamint a brit filmrendező Charlie Otley által háromszék csodáiról készített kisfilmet is bemutatták. A filmrendező a térségünk jellegzetességeit ragadta meg a forgatáson, és javasolta, hogy az itt élők használjanak ki minden lehetőséget, és mutassák meg a nagyvilágnak ezt a gyönyörű helyet. Az eseményen Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke megköszönte a Turisztikai Egyesület munkatársainak és a brit szakembernek a munkáját. Kiemelte, hogy a térségünk adottságai egyedivé tesznek bennünket. A hagyományaink, a kulturális, gasztronómiai és természeti értékeink, épített örökségünk igazi kuriózumnak számítanak, olyan életérzést nyújtanak, amely egyedi az országban. A turizmus népszerűsítése során azt céloztuk meg, ami a sajátunk. Az önkormányzatok és a turizmus területén dolgozó vállalkozások összehangolt együttműködése elkezdődött, a tudatos építkezésen múlik továbbra is, a turizmus fejlesztése. Mielőtt elkezdenénk a díjátadó ünnepséget, meg szeretném köszönni Kálnoki Tibor gróf úrnak, hogy befogadott mindenkit, mindannyiunkat ide az ő birtokával, és szeretettel felhívnám ide a színpadra, hogy hozza meg velünk gondolatait, és köszönjük szépen, hogy helyet adott ennek a rendezvénynek. Isten hozta önöket. Különösen örvendek, hogy a Miklósvári Kastélyparkot választották idén a gála díjkiosztására. Ez az igazság, hogy annyi bókot, mint ma már rég nem kaptam, mert azért úgy látszik, hogy nagyon sokan önök közül lehet, hogy hallottak már Miklósváról, de azért nagyon sokan vannak, akik még nem jártak itt. És úgyhogy ez egy nagyon jó alkalom, hogy végre lássák, hogy a Miklósvári kastélyból mi lett. És főleg az, hogy ez a kastély teljesen nyitva áll a nézőközösség előtt. Itt próbáljuk bemutatni azt, hogy egy ilyen kastély hogy nézhetett ki annak idején, és nincsen zárva, szóval nem úgy van, hogy itt most csak egy exkvizit társaság tud bejutni és itt tölteni egy pár napot, hanem mi szándékosan csináltuk azt, hogy legyen látogatható és legyen egy múzeum, mert mi úgy látjuk, hogy nincsen túl sok ilyen az országban se. Nagyon sok etnográfiai
ilyen múzeumok vannak, hála Istennek, mert Erdélynek és egész Romániában vannak olyan gyönyörű falvak és olyan még életszerű falusi környezetek, amik már máshol kihaltak. Viszont ami nálunk már nincs, az kastély és a kastély kultúra. Ezt teljesen tönkretették a kommunizmus alatt, és mi abban törekedtünk, hogy újra egy arcot adni annak a társadalmi rétegnek, ami teljesen ködbe került és teljesen elfelejtődött az utolsó 2-3 nemzedék alatt. Úgyhogy én különösen örvendek, hogy önök most itt vannak, mind a turisztikában tevékenykednek. Minél több ilyen hely legyen, ahol nem csak meg lehet szállni, hanem ahol meg lehet nézni a helyi identitást és a helyi kultúrát, hogy legyen egy teljes kép annak, aki jön látogatni, és lássák az emberek, hogy mi van. Erre különösen is büszke vagyok most erre a filmre, amit nézhetünk egy pár perccel ezelőtt, amit Charlie Otte összeállított, mert az én szempontomból, az én szememre most kiderül, hogy Kovászna, Háromszék megye valóban az országnak az egyik legszebb megye, és aminek a legtöbb mutatni valója van. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt jártak. Mondják tovább, hogy Miklósvár itt van, Miklósvár nyitva áll mindenki számára. Sőt, még most egy kicsi kocsmát is raktunk hozzá, hogy még ott lehessen egyet sörözni és egy gulyást megenni. És nagyon szívesen látjuk minden eseményt is, ahogy látják, hogy egy ilyen 250 személyes sátrat is húztunk föl. Úgyhogy remélem, hogy jövőre, hogy lecseng ez a szörnyű helyzet, amiben vagyunk mind, hogy itt még hasonló eseményeket is lehessen tartani. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Jó furnak! Kovászna megye és Hargita megye turisztikai szempontból valamikor versenyzik egymással, valamikor összefog, de én azt gondolom, ezt mind észszerűen csináljuk, hisz 10 éve közösen járunk turisztikai vásárokra, egységes székelyfő standard, de ugyanakkor próbáljuk előtérbe helyezni a saját turisztikai értékeinket. Én örülök annak, hogy a mai rendezvényen korábban már a Visit Hargita képviselői is itt voltak, és ugyanakkor örülök, hogy Borbély Csaba elnök úr is a sűrű programja mellett el tudott ide jönni Kovászna megyébe. Elnök úr, megkérlek, hozd meg itt a hallgatóságra a gondolataidat. Köszönöm a megtisztelő meghívást, és Kálnoki gróf úrnak, családjának, csapatának szeretnék gratulálni, mert ha bár néhány perce vagyok itt, de azt látom itt, hogy jó gazda módjára és a turisztikai értékek tekintetében a legmegfelelőbb módon kezelik ezt a helyet. És én hiszem azt, hogy nem csak Kovászna, nem csak Maros, hanem Hargita megye, mindhárom megye tekintetében a vendéglátás, a turizmus az egy olyan lehetőség, amelyet összekötünk a helyi termékeinkkel, összekötünk a gazdáinkkal, a természeti sokszínűséggel, azzal a változatos világgal, amely minket körbevesz, akkor méltóképpen tudunk versenyezni azokkal, akik már lehet, hogy ipari jelleggel bűzik a turizmust, és valahogy látják, ez a világjárvány megmutatja az ipari szinten űzött turizmusnak a hátrányait, ellenben kiemeli a lehetőségeket. Én valamikor azt tanultam, hogy a hátrányból is lehet előnyt kovácsolni, ezt Matolcsi úrtól tanultam, és hiszem azt, hogy a védett családi vendéglátás turizmus irányában, hogyha haladunk, és egymást szövetségesként erősítjük, a lakosságot felkészítjük, a termékeinket elő tudjuk állítani, és odafigyelünk arra, hogy a minőség az az év 365 napjában ugyanaz a minőség maradjon, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok fiatalt haza tudunk hívni. Oda kell figyelnünk arra, hogy az a föld, az az erdő, az a terület, ami minket körbevesz, az igazából egy nagy lehetőség. És ez a nagy lehetőséggel együtt tudunk élni,
Ebben van szükség a közös fellépésre, ott, ahol szükséges a jogszabályoknak a módosítására, támogatási és különböző finanszírozási programoknak az elindítására, és hiszem azt, hogy a magyar kormánynak a közreműködésével, az RMDS-nek a felelős parlamenti munkájával és a megyei önkormányzatok szoros együttműködésével olyan székelykörben gondolkozhatunk, ahol a fiatalok itthon érzik magukat, de nem csak a fiatalok, hanem mindenki. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Köszönjük szépen elnök úrnak! Ezt a gálát közösen találtuk ki a Kovászna megyei kereskedelmi és iparkamarával, és nem csak ebben a rendezvényben dolgozunk közösen, hanem több kezdeményezésünk is volt, több rendezvényünk, és én azt gondolom, hogy ez egy gyümölcsöző együttműködés a megyei önkormányzat és a Kovászna megyei kereskedelmi és iparkamara között. Édler András elnök úr itt van velünk, megkérem szépen, hogy ossza meg velünk gondolatait, és adja át az első külön díjatmást. Köszönöm szépen, jó napot, jó estét kívánok mindenkinek. Mind a székely népmesékben az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen pont ma tartottam sajtótájékoztatót Kovászna megye gazdasági helyzetéről, ugye az évnek ebbe a periódusában vagyunk abban a szakaszban, amikor a tavalyi év eredményeit kielemezzük és átadjuk mi is a kamara keretén belül a díjakat azoknak a kiemelkedő vállalkozásoknak, akik a tavaly jól teljesítettek Kovászna megyébe, és a turizmust is ugye átnéztük, és azt láttuk, hogy 2019-ben a turizmus 20%-kal növekedett, ami a forgalmat illeti. Ez egy olyan trend, amelyik már ezelőtt elkezdődött, hiszen 2018-ban 30%-kal növekedett a turizmusban a forgalom, és akkor természetesen hát ez köszönhetően annak a tevékenységnek is, amit a megyei tanács a turisztikai fejlesztési irodán keresztül kifejt, és természetesen nem utolsó sorban a kereskedelmi kamarának is, hiszen amint alelnök úr is elmondta, szorosan együtt dolgozunk ebben is, és egyéb témákban is mind két intézménynek érdeke az, hogy a megye gazdasága egyre jobb legyen. Ezért örvendek, mert ilyen szépen fejlődött a turizmus. Azért sír a másik szemem, mert rá sem merek gondolni, hogy mi lesz jövő ilyenkor, amikor a turizmus eredményeit fogjuk kielemezni. Ez az egész járványhelyzet, ez egyáltalán nem tett jót úgymond a gazdaságnak összességében, de a turizmust azt, ahogy mondani szokás, padlóra tette rendesen. És hát ez fog nagyon-nagyon látszani, azt gondolom, a jövő évi eredményekben, de hát ezen túl kell lépjünk, és az a feladatunk, hogy azon gondolkozzunk, hogy mit tudunk mi tenni, mert azt láttuk, hogy másra nem számíthatunk, tehát láttuk azt, hogy a kormány kapkod olyan megmagyarázhatatlan intézkedéseket, kiszámíthatatlan intézkedéseket hoz, ami tehát nem is tudom, hogy ezeket a dolgokat kitalálja ki, ahelyett, hogy kihasználtuk volna azt a lehetőséget, amit ugye ez az egész vírushelyzet teremtette, hogy más országok is kihasználták azt, hogy a belföldi turizmus felélénkült nálunk, egész nyáron ugye ezt a turizmust ezt ellehetetlenítették, tehát ilyen körülmények között mondom azt, hogy saját magunkra kell számítsunk, nem számíthatunk segítségre, úgymond ilyen központi segítségre, azon kell gondolkozzunk továbbra is itt közösen, hogy mit tudunk tenni háromszék szinten, Székelyföld szinten, ahhoz, hogy a turizmusunk az elkövetkezőben, az elkövetkező években szépen lassan ugye visszaálljon erre a növekvő trendre, amit megtapasztaltunk. Én ennyit szerettem volna elmondani, természetesen továbbra is partnerek vagyunk minden tevékenységbe, ami a gazdaság fejlesztést
érinti. Gratulálok azoknak, akik a mai nap egy díjat fognak kapni, azoknak is, akik nincsenek itt, hiszen aláírtam több mint 100 diplomát, tehát, és láttam, hogy körülbelül kik a díjazottak, és láttam azt, hogy egy nagyon-nagyon jól megalapozott szelekció, ugye kiválasztás történt, hiszen azok a nevek, a vendéglátóipari egységek, szállodák, vendéglők, idegenvezetők, akik ott fel voltak sorolva, azok tehát tényleg megérdemelték azokat a díjakat, amiket ma meg fognak kapni. És szeretném átadni az első ilyen külön díjat Kovászna városának azért a tevékenységért, amit a turizmus fejlesztéséért tesz. Tett a múltban is, remélem, hogy a jövőben is fog tenni. A Kovászna megye turizmusának nagy része, ugye, vagy hogy mondjam, körülbelül fele Kovászna városon keresztül történik. Ez az adottságainak köszönhetően is, de nem csak, úgyhogy Gyerő József polgármester urat szólítom. Jó estét kívánok mindenkinek, buona sera. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ezt a díjat én ma este a kellő köszönet mellett minden kovásznai nevében veszem át, és főként mindazok nevében, akik az utóbbi 70, 50 és hangsúlyosan az utolsó 10-15 évben a területen tevékenykedve gyógyturisztikai szakemberekként, szálláshely adóként, pincéreként, szakácsokként, turisztikai kísérőként, de akár önkormányzati képviselőként, vagy alkalmazottként is a kovásznai turizmusért tettek. És lehetővé tették azt, hogy ma, hát visszatekintve a múlt év valóságaira, számaira elmondhassuk, hogy 2019-ben a kovásznai turizmust a következő számok jellemezték. Több mint 55 ezer turisztikai érkezés, ehhez hozzáadódik a színkórházbeli 12 ezer személy, több mint 550 ezer vendégészaka, 436 ezer és a színkórházi 120 és valahány ezer vendégészaka. Hát a kovásznai alkalmazottak körülbelül 1000 személynek munkahelyi teremtési lehetőség, a helyi bevételek körülbelül 46%-ához való hozzájárulás, direkt vagy közvetett módon. Tehát mindenképpen azt, hogy ma Kovászna az, ami úgy helyi viszonylatban, akár a megye névadó településeként, vagy nemzeti és nemzetközi viszonylatban is. És így, ahogy az elnök úr is elmondta, a kulcs szó a jövőre nézve is az a partnerség, hiszen önmagában a turisztikai szakemberek vagy az ágazatban érdekeltek nem tudják megteremteni azt a feltételt, hogy szintén léphessen a kovásznai vagy a városzéki turizmus. Ide kell az önkormányzatok közreműködése, a közigazgatás hozzájárulása, és így együtt elkérünk oda, hogy Kovásznán, de akár Háromszéken is elmondhassuk, hogy a turizmus az a helyi, kovásznai, háromszéki ember érdekét szolgálja. Hát ennek érdekében szeretnénk tenni, és ennek érdekében kívánok önöknek sikeres tevékenységet. Köszönöm szépen! Hát is térnék akkor a díjátadóra, felkérem Fejér László szenátor urat, hogy segítsen nekünk átadni a 4 csillagos hotelek díjait, és nyilván előtte, hogyha szeretne megosztani velünk gondolatokat, a turisztikai szakbizottság tagja a szenátusban, és elég szoros együttműködésben dolgoztunk az elmúlt 4 évben. Szenátor úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát első mondatom, vagy szóval az, hogy gratulálok önöknek. Nem bizony, amikor márciusban engem is elért ez az élmény, hogy na most mi történik itt ebben az új pandemikus korszakban, megfigyeltem, hogy igenis önök újra terveztek. Ez tetszett a legjobban. Nagyon sok helyen voltam, igyekeztem úgyis segíteni ebben a leállt korszakban, mint vendég, mint fogyasztó, és nagyon szívesen mentem, mert őszintén mondom, hogy sehol igazából a környéken nem lehet jobban enni, inni,
szórakozni, kilátni, sóligezni magunkat, mint három széken. És akkor látta, igen, önök tudnak újra tervezni. Ebben, amikor azt mondta, csücsülj otthon, ülj le, önök nekiálltak és investáltak. Beruházás volt. Nagyon sok helyen. Gratulálni tudok ezért önöknek. Bíztak a jövőben, kiálltak az önök hivatása mellett. És igen, mikor lehetett, úgy újra terveztek, hogy Háromszéket egyik legbiztosabb turisztikai zónával varázsolták. Úgy gratulálok annak a kezdeményezőinek, ezt találták, és önöknek, akik odálltak. Úgyhogy így kell vállalkozni, így kell dolgozni. Kedves itteni turisztikai vállalkozók, csak gratulálni tudok, én sem tudtam volna jobban csinálni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Engedjék meg, hogy átadjam a harmadik díjat. A zsűri nevében néhány technikai dolgot el szeretnék mondani. A szálláshelyeknél, vagyis a szállodáknál, panzióknál, vendégházaknál nem csak a pontozást, hogy a közönség szavazatot vettünk figyelembe, hanem a vendégeknek az értékelését is különböző helyfoglaló rendszereken keresztül, többnyire a Booking-on keresztül az értékeléseket és a személyes tapasztalatokat is, úgyhogy reméljük, hogy nagyon objektíven tudtuk odaítélni, hogy ennek a díjat. Környezetben lévő panzió, harmadik hely Bella Priska panzió karon. Kategória 3 stele, rural, loco 3, mókus panzió, loco 2, második hely, totunácsolás kategóriá, pensionia kormos, din filia. Locul 3, în categoria pensiuni rurale, pensionia contelui Calnochi, din Miclosoara. Kálnoki Loco 1 merge la Valea Zăranului, pensiunea Prințului, la Elșuhei, Herceg Vendeghază Zălantă. Daniel Kastély Szálló.
Lotto Uno, első hely, Zabola Estate. Gip Turisztik idegenvezető, harmadik hely, Kovács Varga Szidónia. Kézműves műhelye, Atelier Tradizionale. A második hely, Sütő István, népi bútorfestő. Kicsit úgy kellene azt mondanám, hogy furniture painting, igaz? Második hely, Dávid Alpár, népi selet konfekcionál. Szépen nagyon rókodni. Köszönöm. Első hely, Nagy Győrt, Kovács Mihály. Köszönöm, Nagy Győrt, Atelier Tiertartás.